Kerekasztal beszélgetés szervezet a Magyar Közgazdasági Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvényre május 2-án kerül sor a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. Először Bihal Tamás, a kamara elnöke köszöntő beszéddel fogadta a vendégeket, amelyben felvezette, hogy az Európai Unió csatlakozásának a 20 éves jubileumát ünneplik. Állítása szerint sokféleképpen ítélhetjük meg ezt az elmúlt 20 évet, hiszen az európai csatlakozás óta nagyon sok minden történt, például a tudomány, a politika, a közigazgatás, a helyi ügyek Miskolc városának és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, illetve a kamara életében. Mai napon az Európai Unió 20 éves jubileumát szeretnénk áttekinteni. Nyilván nem vállalkozunk arra, hogy egy komplett értékelést adjunk, hisz azért mi itt a miskolci vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szemüvegünkön keresztül fogjuk ezt értékelni. Tehát ebből a szempontból egy kicsit szubjektív, és fontos még megemlíteni, hogy ez a Magyar Közgazdasági Társasággal közös rendezvény. Azt gondolom, hogy a 2004-es adatokat megnézzük, akkor azt az érdekes megállapítást kell tennünk, hogy 2004-ben jó állapotba lépett be Magyarország, és nyilván így a mi területünk is az Európai Unióba. 5,7%-os volt a munkanélküliségi ráta, közel 7%-os volt a gazdasági növekedés. Hát ehhez képest most a gazdasági növekedés ugye itt az elmúlt évek viharai alapján erősen visszaesett, sőt tavaly recesszióba fordult. Az idei első negyed év egy szerény 1,5%-os bővülést mutat. És ha megnézzük a top 100 listákat, akkor azt látjuk, hogy azért a iparágak teljesítmény értéke 5-6-szorosává vált, ami azért egy gazdasági fejlődés, növekedést jelent természetesen. A szerkezet nem sokat változott, már amennyiben tovább, akkor is, és most is a vegyipar viszi a primet, tehát a Borsodkem és az akkori TVK, most MOL Petrolkémia ZRT. A 20 év alatt azért az a szerkezeti váltás megtörtént, hogy a korábbi kohászati, bányászati filing helyett megjelentek azok a nemzetközi befektetők, azok a elektronikai befektetők, mint a Bosch, Jabil, Joyson, amelyik átrajzolták a szerkezetet, és örvendetes az is, hogy a vármegyénknek a magán tulajdonosi szerkezete is erősen a autóipari beszállítások, a gépipar, mondhatnám kicsit itt a technológiai fejlődés pályára lépett, ez jó dolog. Pásznél dr. Gál Ildikó, aki az Európai Számvevőszék magyar tagja, illetve korábbi európai parlamenti képviselő, a kerekasztal beszélgetés moderátoraként kihangsúlyozta beszédében, hogy az Európai Unió közössége egy gazdasági közösség, egy jogi közösség és egy értékközösség is egyben, ami mindig a felek szándékától függ. A 27 tagállam 27 kultúrával, történelemmel, értékekkel rendelkezik, és együtt tudnak működni a legnagyobb belső piacon, amely 2004-ben egy óriási lehetőséget nyitott meg Magyarországnak. Ezt követően Veres Párt Miskolc megyei jogú város polgármesterét kérték fel, hogy vegye számba, hogy milyenek voltak a gazdasági és társadalmi változások Miskolc életében az eltelt 20 esztendőben. Pozitív változásként emelte ki, hogy a 2000-es évek elején a magyar diákok már a Comenius program keretében számos ország diákjaival találkozhattak, nyelvet tanulhattak és megtapasztalhatták, hogy nem vagyunk semmivel sem másabbak, mint más ország diákjai. Úgy gondolja, hogy veszélye is van mindennek, hiszen a külföldön tanuló magyar diákok gyakran ott is maradnak. Egy másik nyitásként említette, hogy nemzetközi cégek jöttek Magyarországra. Mindezek után Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke arról tartott előadást, hogy hogyan alakultak az elmúlt 20 év fejlesztési programjai vármegyénkben. 2004-ben, mint fiatal egyetemista élte meg az Unióhoz való csatlakozást, rengeteg jogszabállyal egybekötve. Nagyon fontosnak tartja, hogy Miskolcon maradt a családjával együtt, mint egy igazi lokálpatrióta, továbbá pedig azt szeretné, hogy a vármegyén belül található csodálatos települések lakosságának létszáma is megmaradjon.
Ezután professzor dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora kiemelte, hogyan változtak meg a kutatás-fejlesztési innovációs programok és a hallgató és oktatási mobilitás viszonya. Elmondása szerint a Miskolci Egyetem az 50-es évektől a kezdeti műszaki jelleg után egy széleskörű oktatási-kutatási tevékenységet folytató universitásszá vált. Az elnevezésében ugyan változtak a karok, de ahogy ma ránézünk a Miskolci Egyetemre, azok éppen a 80-as-90-es években alakultak ki, és vált az egyik legmeghatározóbb hazai felsőoktatási intézményévé. Utolsó előadóként ismét Bihal Tamás, a BOKIK elnöke szólalt fel azzal kapcsolatban, hogy volt lehetősége 2004 előtt az Amerikai Egyesült Államokba kiutazni többször is. Két oka volt ennek, egyrészt akkor alakultak meg Magyarországon a regionális átképzőközpontok, amelyek az akkori jelentősen sújtó közel 30%-os munkanélküliségre szolgáltak, másrészről meg kapott egy USA amerikai ösztöndíjat az államokban egy hónapra, ahol azt tapasztalta, hogy a keletről érkező tanulókra úgy tekintenek, mintha kevésbé lennének felvilágosultak a nyugati országokhoz képest. A kerekasztal beszélgetés jó kedvel és örömmel zárták le, visszaemlékezve az elmúlt 20 év pillanataira, miután mindenki megelégedve hagyta el Borsodabói Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara ajtaját.